Az Úr legyen veletek. És Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinálta nyállal, a sarat a vak szemére kente, és így szólt hozzá: menj, mosakodj meg Sileó tavában. Sileó annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: nem az, aki itt ült és koldult? Egyesek azt mondták, ez az. Mások pedig: nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette: én vagyok az. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle: hogyan kezdett látni? Ezt válaszolta: sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték: nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak: bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni? És szakadás támadt köztük. Aztán újból faggatni kezdték a vakot: te mit gondolsz arról, aki megnyitotta a szemeidet? Ő azt felelte: proféta. A zsidók ezt felelték neki: te oktatsz minket, aki mindenestől bűnben születtél? És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították, amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt: ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte: látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt: hiszek, Uram, és leborult előtte. Ezek az evangélium igéim. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, az erdélyi származású magyar író, Vas Albert, Mese az erdőről című írásában arról beszél, hogy háromfajta ember van. A rontó ember, a gyűjtő ember és a látó ember. Az első kettőből írja: tudjuk jól, hogy nagyon sok van, az utóbbiból viszont kevesebb. A rontó és a gyűjtő ember nagyon sokszor azt a látszatot kelti, hogy igazából ő az, aki lát, pedig ez nem igaz, mert elmegy a lényeg mellett. Mellékes dolgokkal tölti az életét, amíg eljut addig és legtöbbször későre, hogy felismerje, hogy mennyi hiába valóságot gyűjtött össze az életében, és elrontotta az életét. Az igazán látó ember, mondja az író, nem csak a szemével lát, hanem a mélyre lát, és a mélyben evez. Látja az összefüggéseket, látja a lényeget, érzi és tudja az igazságot. A múlt alkalommal, a múlt kedden az értékeinket, az Istentől kapott talentumainkat szemléltük, és azt, hogy azokat kellőképpen felismertük-e.
Ebben az emlékedésben arra hívlak meg benneteket, hogy nézzük meg önmagunkat, hogy mi a látó emberek sorában tartozunk-e, azaz látunk-e, vagy csak nézünk, és mindezek tegyük a felolvasott szentírási részeknek a fényében. Talán első hallás azt mondod, hát hogy ne látnék? Hát látom az embereknek az arcát, a látó emberek sorában tartozom, hiszen látom a természetnek a szépségeit, a körülvevő tárgyakat, szeretteimnek az arcát. Testvér, hogyha nyitott fülekkel hallgattad akár az olvasmányt, akár az evangéliumi részt, felfedezhetted, hogy nem csak a testi vakságról, hanem a belső látás hiányáról, a lelki vakságról is beszélnek. És tudjátok, ezek sokkal fájdalmasabbak, mert félreértésekhez, tévedésekhez, botlásokhoz vezetnek, mint a testi szemnek a használhatatlansága. Az az ember, aki lelkileg vak, az nem tudja helyesen látni, nem tudja helyesen megtapasztalni a másik szemét, legyen szó Istenről, vagy emberről. Jézus azt akarja, hogy az őt követők igazán lássanak. Mindannyian, te is, én is. Ezért gyógyítja meg az evangéliumi vakot. És nem csak a testi szemének a látását adja vissza, hanem visszaadja a lelkilátását is, visszaadja a hitét. Azt mondja Jézus neki, hogy neked látnod kell, ez a te hivatásod. Nem csak a természetnek a szépségét kell látnod, hanem mindent, ami a világban történik. És engedd meg, hogy az a szívedig hatoljon. Így lesz teljes az életed. Így tudod megváltoztatni és jobbá tenni a világot, hogy nem csak a testi szemeddel, hanem a lelki szemeddel is látsz. Azaz, ne csak nézz, hanem láss. Konrád Györnek van egy nagyszerű regényem, a Látogató. A regény központjában a csaló rabbi története áll, aki visszavonul teljesen a világból, mert nem tudja elviselni az embereknek a szenvedését. Fokozatosan saját magát némának és süketnek teszi, hogy ne kelljen beszélgessen az emberekkel a világnak a problémáiról, a szenvedéséről, süketté teszi magát, hogy ne halljon semmit. Elvonul egy remeteségbe. És ott él egy ideig, amikor azt tapasztalja, azt látja, hogy egy kondor keselyű az egyetlen élő lényt, aki szokta őt meglátogatni, a menyetét elragadja. És akkor rádöbben a rabbi, hogy már nem csak némának, nem csak süketnek, hanem vaknak is kell lennie, hogy ne is lásson. És egy pár napig így él, azonban rádöbben, hogy aztán tényleg így már semmi értelme az életének, a halált a sietetni nem akarja, mert az esztelenség, és úgy dönt a remete, hogy ez a rabbi, hogy visszatér a remetességből az emberek közé, és elkezdi hirdetni az Istent. És azt írja az író, visszatér, mert rájön, hogy a legnagyobb vakság a szívnek a vaksága. Igen, testvéreim, rápillantani egy gyönyörű tájra, megcsodálni a szinte az égig érő hegyeket, vagy egy mosolygós gyermekarcot, amely rabulejt, ez gyönyörű dolog. Azonban azt tudnunk kell, hogy az életnek ez csak az egyik oldala. Létezik egy másik oldal, amin sokszor sok álmatlan éjszakát okoz. Hogyha te már láttál életedben síró férfit, láttál arcát tenyerében rejtő öreget, ha telefonon hallgattad a már a vonal másik végén beszélő, elcsukló hangját, és ha a szíved összeszorult ezekben az esetekben, éjszaka pedig nyugtalanul aludtál, akkor azt gondolom, hogy érted, amiről beszélek.
És azt is tudod, hogy mit akar Jézus a vaknak a meggyógyításával. Mit akar tőled és tőlem? Azt, testvér, hogy láss, hogy ne csak a dolgokra ránézzél, az emberekre, hanem azoknak az élete megérintsen, megrendítsen téged is. Mert, amit mondottam az előbb is, testvéreim, így teljes az emberi sors, az emberi élet. Csak így tudjuk jobbá tenni a világot. Krisztus tekintetével tudjunk egymásra nézni. Nincsennél gyögyörűbb. Krisztus tekintetével. És hogy ez mit jelent? Jézusnak a tekintete nagyon tiszta. Ő az, aki abban a bűnös vámosban meglátja Mátét, a későbbi evangélistát. Ő az, aki abban bűnös asszonyban, aki megmossa Jézusnak a lábát és hajával megtörli, ugye a házigazda ki akarja dobni, mert mindenki beszél róla, hogy ő milyen női személy. Jézus az, aki ebben a bűnös asszonyban meglátja azt, ahogyan fogalmaz. Ő az, aki nagyon tud szeretni. Igen, testvéreim, Jézus a társadalom peremére szorított emberekben, bűnösökben, szenvedőkben, akit a korabeli felfogás bűnösnek tartotta, meglátja a segítségre szoruló, szabadulni vágyó felebarátot, akinek sorsában, ahogy ő fogalmaz, Isten tetteinek kell megnyilvánulnia. Íme, testvéreim, ne csak nézzünk, hanem lássunk is. És amint mondottam, hogyan lássunk? A szívünkkel lássunk. Kedvenc történetem az Ószövetségből, amit hallottuk az első olvasmányban, amikor az Úristen elküldi Sámuel prófétát Betlehemben, hogy Izájnak a fiai közül kiválassza a következő királyt. És hallottuk, hogy megérkezik Sámuel, a szaru valami olajjal meg van töltve, szól Izájnak, hogy hívassa a fiait. És Izáj hozza őket, illetve kíséri őket. Jön az első, Eliáb, aki egy magas, jóképű, testes férfi, és azt mondja a Szentíró, hogy amikor meglátja Saul, azt mondja, íme itt áll előtte az ő fölkentje. És már akarja olajjal leönteni, vagyis királlyá kenni, és akkor hallja a belső hangot. Ne a külsejét és magas tekintetét nézzed, termetét nézzed. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. És akkor jönnek a fiúk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egyik sem az. És akkor azt mondja egyszer Sámuel, ha még van egy fia, és azt mondja, Izáj, ott kinn a mezőn van egy, a legkisebb, aki őzi a jót, és megérkezik egy vörös, szeplős kisgyermek, kistermetű fiatalember. És akkor hallja Izáj, illetve Sámuel a belső hangot, na ő az, őt kent királyá, és tudjuk, ő lesz az Ószövetség egyik nagy királya, Dávid, akiből, mely családból Jézus is született. Íme, testvéreim, mi is hányszor ragadunk le a külsőnél. Pedig Jézus azt akarja, hogy ne csak a szemünkkel, hanem a szívünkkel is lássuk. És ezt ki lehet művelni, ahogy megtanulunk írni, ahogy megtanulunk olvasni, ki tudjuk művelni magunkban azt is, hogy a szemünk, a szívünkkel is lássuk. A szívünkkel is tekintsünk a világra. Anthony de Melo, jezsuita, egyik könyvében írja le a következő történetet, hogy egy híres újságírónő könyvet akart írni egy nagy látnokról, egy gururól. És elmegy hozzá, és azt mondja neki, hogy mester, az emberek azt mondják, hogy maga egy lángész. Igaz, hogyan egy lángész? És a gurú nem kis szerénységgel azt mondja, igen, az vagyok. Hirtelen az újságírónő meglepődik, és fel is teszi a következő kérdés, hogy hát mi teszi az embert lángészé? A gurú csak ennyit válaszol. Az, hogy lát. Az újságírónő meghökkelve tovább kérdez, de hát mit lát?
És így válaszol a mester. A hernyóban a pillangót, a tojásban a sast, az önző emberben a szentet. Igen, testvéreim, ezt látni láng észé teszi az embert, a szolgáló szeretetnek a láng észévé. Mert akkor van az embernek igazi látószeme és szíve, hogyha meg tudja látni a másikban az elrejtett értékeket, és azt elő tudja csalogatni, ahogy a napnak a fénye a magból előhívja, előcsalogatja a búzát. Ehhez azonban szív kell. És tudjuk, a Antoine de, illetve Saint-Exupérynek a híres mondatát, jól csak szívével lát az ember. Ezért kell hangsúlyt fektessünk arra, hogy a szívünkkel is lássuk. Hogyha a szemünk meggyengül, mit teszünk? Elmegyünk a szemorvoshoz, szemüveget készítetünk, megvizsgáltatjuk a szemünket, hogy jól lássunk. Vajon szív ilyen lelki szemeinek a vizsgálatát megtartjuk-e? Mi az, ami megakadályoz, hogy a szívünkkel is lássuk? Kedves testvéreim, négy dolgot jegyeztem fel magamnak, többről is lehetne beszélni, de négy dolgot jegyeztem fel, amik talán megakadályoznak, hogy a szívünkkel tudjunk egymásra és a világra tekinteni. Az első az önzés. Legtöbbször talán az önzés az, amellyel nem tudunk felül emelkedni saját életünknek az alacsony peremén. Be vagyunk szűkülve, perem alacsony, de még afelé sem tudunk emelkedni. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy másnak is lehet véleménye bizonyos helyzetekben, dönthet, cselekedhet, szólhat másként, mint ahogy mi azt elképzeljük. Rossznak és elítélendőnek tartjuk azt, hogyha az ő élete nem egyezik meg a mi akaratunkkal, a vágyainkkal, törekvéseinkkel. A második, ami a lelki látásunkat, a szívnek a látását akadályozza, az a sértettség. Amikor nagyon meg vagyunk sértődve, amikor az ellenünk elkövetett rosszat nem tudjuk megbocsájtani azt annak, aki azt tette velünk. Nem tudunk jót feltételezni arról a másik emberről, annyira meg vagyunk sértődve, saját magunknak a sértődöttségnek a tömlöcébe kerültünk, hogy a másik személy bármilyen pozitív jelzést próbál felénk küldeni, mi megmagyarázzuk és kimagyarázzuk, csak hogy véletlenül se kelljen a másikat jónak tartani. Addig magyarázzuk, hogy nekünk legyen igazunk, nehogy el tudjuk fogadni a másiknak a közeledését. A harmadik, ami a szívnek a látását akadályozza, vagyis a lelki vakságot előidézi, az az előítéleteknek a sokasága, amelyek jó rész a tudatlanságból, a kellő ismereteknek a hiányából fakadnak. Nem ismerjük eléggé az embereket, nem látjuk eléggé a helyzeteket, mégis egyértelmű ítéletet mondunk a másikról. Hát honnan veszed ezt a hatalmat te? Nincsenek információid, vagy hogyha vannak is téves információk, és a másik emberről már ítéletet alkotsz a fejedbe. És az a fájdalmas, hogy egy emberről egy ítéletet kialkottál, skatujáztad, betetted, és akkor nagyon nehezen tudod azt megváltoztatni. Na ezt kell megtanulni, testvérem, hogy emberekről ne ítélkezzünk előre, hanem engedjük meg magunknak azt, hogy tudjuk valamennyire megismerni. Engedjük, hogy az tudjon felénk közeledni. Persze, hogy kockázattal jár, de az az ember, aki nem meri magának megengedni, hogy az élete sebezhetővé váljon, azt mondottam, ami spirituálisunk Gyulafehérváron, Nemesödön jezsuita, hogy az az ember nem tud fejlődni, mert az, amik a lelkünkön sebet ejtnek, a gyógyulás tesz minket alázatossá. A sebek tesznek minket naggyá. Úgy tudunk változni. Ezért, testvéreim, nagyon fontos, hogy az előítéleteket elhessegtessük magunktól. Mert az embereket tévesen látjuk. Az öreg embernek
ellopták a baltáját. Legalábbis ő azt hitte, hogy ellopták, székesen mondva, a fészit a háztól. Már nagyon mérges volt, nem kapott már levegőt, fulladozott, kinyitotta az ablakot, kinézett, és meglátott egy gyermeket, a szomszéd gyermeket, aki az ablak alatt ment el. Gyerek odaból lintott fejjel, zsebrakodott kézzel tovább ment. És az ember azt mondja, ő volt az, nem ilyen pimasz, nem is akar köszönni, felemelje a fejét, a kezét nagyon a zsebében tartja, ott szorítja, biztos valamit ellopott, ő az, na nem baj, mert holnap ellátom a baját. Azzal lefeküdt. És éjszaka a párna leesett a földre, és amikor reggel megébred, látja, nincs ott a párna, és az ágyból úgy lehajol, hogy párnát vegye fel, és meglátja, hogy a balta ott van az ágy alatt. Nagyon örül ez az ember, kinyissa az ablakot, és éppen a fiú ismét ott megy el az ablak alatt. Meg rátekint, hogy jaj, nem, ez a gyermek nem lehetett. Nem, hát nem ilyen ügyes, mosolygós gyermek, tud köszönni, nincs a keze a zsebében. Nem, ő biztos, hogy nem lehetett. Íme testvéreim, az előítéletek honnan születnek, hogy hogyan nézünk ki a fejünkből, hogyan tekintünk a másik emberre. És negyedikként, amit említenék, ami megakadályozza a lelki látásunkat, a szívnek a látását, a bűneinkben való megátalkodottság, a bűnös állapot. És tudjátok, ez úgy van, hogy legtöbbször az látja meg nagyon könnyen a hibát, a vétket, a gyarlóságot a másikban, és azokat a bűnöket és vétkeket, amit önmagában hordoz. Azt veszi észre a másikban, és arról beszél. De miért? Addig nem kell sajátjával foglalkozzon. Íme testvéreim, sorolhatnám tovább, hogy melyek azok, amelyek a lelki látásunkat megakadályozzák. Azonban nekünk azon kell dolgoznunk, hogy lelkileg is tisztán tudjunk látni. Az édesanyja mesélt el, hogy reggel költi a gyerekét, mert óvodába kellene menni, és a gyerek nagyon nehezen kel fel. És na felkelés utána elmondja, hogy anya, nagyon siettettél, a szemeim ki voltak nyílva, de még a belső szemeim meg nem voltak kinyílva. Nem voltam még kész, hogy felkelj. Igen, testvéreim, a belső szemeink, ahogy ez az 5 éves gyermek fogalmazott, azokat kell nyitva tartanunk, és a világban így kell élnünk. Váljunk Vasalbert szerint látó emberekké, Krisztus tekintetével tudjunk egymásra nézni, és akkor hiszem, testvéreim, hogy fel tudunk emelkedni életünk saját peremének az alacsony részéből is. Ki tudunk lépni a sértődöttség, az előítéleteknek a sokasságából, és Krisztus emberekké tudunk formálódni. Meg tudjuk látni a teremtmények mögött a teremtőt, napról napra a kapott ajándékok mögött az ajándékozó. És a meggyógyított vakkal együtt tudjuk mi is mondani, hiszek, Uram.